Köszöntöm a Gemini Televízió minden kedves nézőjét. Önök a 20. évfolyam 45. heti adását látják. A műsor elején nézzük együtt az ajánlót. Mai adásunkat is a heti frisssel indítjuk útjára. Majd a mesesarok rovatunk jelentkezik. Ezt követően egészségünkre, blokkunk kerül képernyőre. Utána a legfrissebb rendőrségi híreket hallhatják. Ezután egy könyvtári kiállításról számolunk be. Majd Mészáros Sándor polgármester lesz a vendégem, a beszélgetés közben pedig a Felső Nyáregyházi játszótér átadását is megtekinthetik. Adásunk végén pedig a pályaválasztási kiállítás összefoglalóját láthatják. Következzenek a legfrissebb hírek, információk, melyben egy rangos sporteseményről is beszámolunk röviden. A műsorajánló támogatója Zlinszky Istvánné női fodrász és a Kisoptika, ahol minden szemre való. Az elmúlt hétvégén városunk sportcsarnokában került megrendezésre a 47. Vadokai Karate Európa Kupa, amelyen 16 ország közel 500 versenyzője mérte össze erejét. Köszöntőt mondott Darázsi Kálmán Monor polgármestere, valamint az Európai, illetve a Magyar Szövetség főtitkára, elnöke és a Magyar Karate Szövetség bírói bizottságának elnöke is. A versenyzők a megnyitó után a 4MDC táncosai, a Kismaros Néptánc Együttes, valamint a Biofitness Egyesület tagjainak előadását láthatták. A verseny során lehetőségünk volt a Magyar Vadokai Karate Szövetség elnökével, Gali Csabával és Juhász László bíróval is interjút készíteni. Hosszabb összefoglalót későbbi adásunkban láthatnak. Megyünk a levesbe. Hatházi László új estjével érkezik a Monori Vigadóba. A program november 11-én este 6 órától látható. November 22-én kezdődik az ünnepi fényben rendezvénysorozat, mégpedig az Angyali Üdvözlet kiállítással, melynek évekkel ezelőtti megálmodója Krucsó László volt. A tárlatot Pogácsás Tibor államtitkár nyitja meg, társkiállítók Petrás Mária és Petrás Alina, a szervezők november 16-i adásunk vendégei lesznek. A Kövász ZRT értesíti a lakosságot, hogy november hónapban az alábbi időpontokban szállítja el a sárgazsákos hulladékot. Monor 1-es körzetében november 18-án, a 2-es körzetben 19-én, a 3-as körzetben 20-án, a 4-esben 21-én, az 5-ös körzetben és Monori erdőn 22-én, Péteriben és Vasadon november 15-én és 29-én lesz szállítás. A zöldzsákos hulladékok elszállítása pedig a következő napokon történik. Monor 1-es körzetében november 11-én, a 2-es körzetben 12-én, a 3-as körzetben 13-án, a 4-esben 14-én, az 5-ös körzetben pedig november 15-én. Monori erdőn november 28-án, Péteriben és Vasadon november 27-én lesz majd szállítás. A Monori Gondozási Központ pályázatot hirdet vezető gondozói munkakör betöltésére. A pályázatok benyújtásának határideje november 11-e. Jelentkezni lehet önéletrajzzal Iványi Margit intézményvezetőnél személyesen a gondozási központban Monor Dózsa György utca 1 szám alatt, illetve telefonon a 0620 299 43 26-os telefonszámon, illetve a gondozási központ kukac.monor.hu e-mail címen. November 15-én este 6 órai kezdett el a Monori Művelődési Központba várják az érdeklődőket a Magyar Szorvány Napja rendezvényre, melynek fővédnöke a Nemzetpolitikai Államtitkárság. Az idei évben a határon túli vendégek Déváról érkeznek. Köszöntőt mond dr. Szekeres Sándor az Erdélyi Körök Országos Szövetségétől. Mesesarok rovatunkat ebben az évadban picit átalakítottuk. Cili néni továbbra is kedves mesékkel készül majd, lesz egy állandó vendége is. A részleteket a rovat szerkesztője, Szentirmai Cecília mondja el. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy mesesarok.
Szervusztok, kedves gyerekek! Köszöntelek benneteket a Mesesarok új évadának első adásában. Érdekes év lesz. Kedves mesékkel, érdekes feladatokkal. A Mesesarok új évadának állandó vendége lesz Margó néni. Köszöntelek, Margó néni! Szervusztok, néni! Sziasztok! Aki még én mesélek, mese illusztrációt fog készíteni. De nem ám az egész meséről, hanem egy-egy szereplőről. Kedves Margó néni, majd te eldöntöd, hogy melyik szereplőt szeretnéd a gyerekeknek lerajzolni. Na és mi lesz a feladat? Az, ha végighallgattátok a mesét, azon a szereplőn kívül, amit Margó néni lerajzolt, rajzoljátok le a többi szereplőt, vagy azt a gondolatot, ami eszetekbe jut a meséről. Májusban fogunk értékelni, májusban zsűrizünk, szintén Margó nénivel majd, és talán Edit nénit se fogjuk kihagyni az idén se. Ki fog előnyt élvezni? Elárulom ezt a titkot. Minél több rajzot, illusztrációt küldtök be, annál nagyobb esélyetek lesz arra, hogy a sok szép, értékes ajándék közül egyet majd megnyerjetek. És akkor most jöjjön az évad első meséje. Nagyon figyeljetek! Margó néni, te is figyelj majd, mert aztán a mese végén bizony el kell döntened, hogy ki lesz az a szereplő, akit majd lerajzolsz a gyerekeknek. A favágó és a vízitündér. Egy favágó beleejtette a fejszéjét a folyóba. Leült a partra, és bánatárban sírva fakadt. A vízitündér meghallotta a sírást, és megsajnálta a favágót. Felhozott a folyóból egy aranyfejszét, és megkérdezte. Ez a te fejszéd? Nem, nem az enyém, válaszolt a favágó. A vízitündér erre egy ezüst fejszét hozott fel. Ez sem az enyém, mondta bánatosan a favágó. Erre a vízitündér felhozta az igazit. Ez már az én fejszém, szólt vígan a favágó. A vízitündér neki ajándékozta a három fejszét, mert őszinte volt. Odahaza a favágó megmutatta barátainak a fejszéket, és elmesélte, hogyan járt. Erre az egyik elhatározta, hogy ugyanígy cselekszik. Lement a folyóhoz, és szánt szándékkal beledobta a fejszéjét a vízbe. Leült a parton, és elsírta magát. A vízitündér megjelent az aranyfejszével, és azt kérdezte. Tied ez a fejsze? Az enyém, kiáltotta örömmel a favágó. A vízitündér azonban nem adta oda az aranyfejszét. Sőt, még a sajátját sem kapta vissza, mert hazudott. És közben Margó néni dolgozott, és kérlek, Margó néni, jeleníts tovább a gyerekeknek azt a szereplőt, akit te kiemelnél ebből a meséből. Nagyon figyeljetek! Jó szórakozást kívánok! Szervusztok! We'll be right back.
egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy mesesarok. A mesesarok támogatója a Monori Goods Market. Egészségünkre rovatunkban a mai alkalommal is dr. Szegő Péter, az Orvos Intézet orvosigazgatója válaszol Lóth Kati kérdéseire, a téma pedig a vizelettartási problémákkal kapcsolatos megoldási lehetőségek. Köszöntöm Önöket, stúdiónk vendége dr. Szegő Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatója. Üdvözlök mindenkit! Doktor úr, nagyon sok embert érint a vizelettartási probléma, de nagyon kevesen mernek beszélni róla. Ez így van, de azért ez a probléma az előbb-utóbb tud olyan mértéket ölteni, hogy már nem tudja az illető véka alá rejteni, és akkor valamit csinálni kell, hiszen az illetőnek az életminősége fogja megsínleni ezt a dolgot. Ugye a reklámokban azt látjuk, hogy tisztes, őszes urak és hölgyek önfeledten bicikliznek pelenkában. Gondolom, akkor nem ez a megoldás. Hát az önfeledtséget azt igazából azt kétségbe vonnám, mert ez sohasem eredmény az önfeledt életszituációkat sajnos. A megoldása számtalan lehet, amit nem lehet kihagyni a képből, akár férfiről, akár nőről legyen szó, az a gátizomzatnak az erősítése, tornáztatása. Most ezt vagy valaki meg tudja csinálni saját magának, úgyhogy előtte nyilván megtanítják rá, vagy egy olyan eszközt vesz igénybe, amihez az ő aktív közreműködése nem kell, de mégiscsak a gátizomzatát egy kicsit tudjuk vele erősíteni. Van konkrét összefüggés a gátizomzat és a vizelettartási problémák között? Természetesen, persze. Tehát, hogyha a gátizomzatnak a záró funkciója nem megfelelő, akkor a vizelet el fog csöppenni. Nincs férfiak mese. Esetében is ez befolyásolja? Férfiak esetében is befolyásolja, sőt, férfiaknál ugye a gátizomzat fölött közvetlenül ott van a prostata, aminek a gyulladásos betegségeit tudja befolyásolni a gátizomzatnak a tónusa. Tehát, hogyha ennek az izomzatnak a tónusa túlságosan feszes, túlságosan merev, akkor onnantól kezdve egy ilyen kis medencei diszkomfortot tud okozni ez az egész. Most ezeken egyébként lehet segíteni, van erre megfelelő eszközünk, amit ilyenkor be tudunk vetni. Tehát ilyenkor az a lényeg, hogy a gátizomzatot valamiféleképpen igen. megerősítsük, igen. mint férfiak, mint nők esetében. Tornáztassuk, igen. Tornáztassuk. Tehát erre vannak ezek a különféle elleshető, eltanulható torna mutatványok. Most, hogyha erre valaki nem érez magában affinitást, akkor milyen lehetőségek vannak? Ez körülbelül olyan, mint hogyha a fitness terembe járnánk. Otthon soha senki nem fog igazándiból saját magától tornázni, de hogyha bérletet vettünk egy fitness terembe, oda el fogunk járni, hiszen megvettük. Ott is általában valamilyen segítséget veszünk igénybe ahhoz, hogy bizonyos izomcsoportokat átmozgassunk. Itt gyakorlatilag ugyanerről van szó, csak itt egy olyan eszközről beszélgetünk, ez egy mágneses stimulációs fotel, amire az illető ráül, és anélkül, hogy bármit csinálna, anélkül ez a fotel egy elektromágneses erőtérrel, egy elektromágneses hatással az ő gátizomzatát elkezdi tornáztatni. Ó, tehát csak rá kell ülni, így van, és a tornamutatvány ez megy magától. Pontosan, nem kell csinálni aktívan semmit, nyilván ez egy érzést generál, tehát azt a beteg azért érzi, hogy az izmai mozognak, de alapvetően ez nem egy olyan nagyon kellemetlen dolog, ezt általában végig szokták tudni csinálni, és a végeredménye nyilván az, hogy az áróizom funkció az valamelyest helyre jön, és a vizelettartásnak ez egy elég hangsúlyos kérdésköre. Vannak-e ilyen sikertörténetek az ön praxisában, amikor azzal találkozott, hogy valakinek már konkrét vizelettartási problémája volt, és aztán ennek az eszköznek a segítségével, mi ennek a neve? Ez egy mágneses stimulációs fotel. Mágneses stimuláció segítségével sikerült ezen segíteni. Hát kombinált kezeléseket szoktunk alkalmazni, tehát aki vizelettartási rendellenességgel jelentkezik nálunk, és az illető nő, annál azért egy lézeres inkontinencia beavatkozást szoktunk csinálni. De ez önmagában még nem garancia arra, hogy a vizelettartási zavar megszűnik, ezt minden esetben ki kell egészíteni. Hát ezt hívhatjuk gyógytornának gyakorlatilag, ez praktikusan egy passzív gyógytorna. Hát csak egy olyan izmon, amiről az ember általában nem vesz tudomást, és nem nagyon nem szokott rá edzeni. Nem vesz tudomást, azt se tudja, hogy hol van, azt se tudja, hogy hogy kell mozgatni. Most, hogyha valaki mondjuk idősebb korában találkozik egy ilyen problémakörrel, annak azért már nem biztos, hogy el lehet magyarázni, hogy milyen gyakorlat. Hol található, igen, hol és milyen gyakorlatokat kell erre végezni. Így van, erre jó ez a fotel, hogy azt a lézeres beavatkozást kiegészítendő, egy gyógytornát tudjunk alkalmazni. Most ideális esetben egyébként, hogyha valakinek nem annyira előre haladott még ez a problémája, akkor adott esetben ettől a foteltől önmagában is a vizelettartása az tud javulni.
Milyen gyakran kell ezt a fotelt igénybe venni? Hát ez nagyon-nagyon egyénfüggő, ezt általában urológus szokta tudni megmondani, úgy, hogy feltérképezi azt, hogy az illető vizelettartási problémájának a hátterében mi áll. De hogyha áttérünk mondjuk a nőkről a férfiakra, akkor pedig a krónikus prostatagyulladásnak a terápiájában lehet ennek helye. Illetve férfiak esetében nagyon érdekes, hogy a prostata megnagyobbodás miatt őket általában azért előbb-utóbb szokták operálni, hogyha ha nem műtéttel nem sikerül megfelelő vizeletáramlást elérni. És a prostata műtétet követően kialakuló vizelettartási zavaroknál férfiak esetében, ha korán elkezdjük ezt a tornát, akkor ennek rendkívül jó eredményei vannak. És hogyha ezzel a tornával megerősítette a páciens a gátizomzatát, akkor lehet, hogy utána ő magától is már könnyebben tudja edzeni azt a területet, mert ő korábban fogalma sem volt. Hát az biztos, hogy azt megtanulja az illető, hogy a gátizomzata hol helyezkedik, és mit csinál. Hát tudatosulni fog, és hogyha ez tudatosul, akkor onnantól kezdve önmagának ezt már fogja tudni otthon tornáztatni. De ezzel elég behatóan meg lehet mutatni azt, hogy ilyen izom is létezik, és ezzel igenis foglalkozni kell, mert hosszú távon vizelettartási zavarokhoz, prostatabetegségekhez tud vezetni azt, hogyha ezt az izmot elhanyagolják. Tehát akkor mind a vizelettartás esetében, mind prostata megnagyobbodás esetében, illetve azt követően... Prostatagyulladás, igen, vagy prostata műtéteket követően kialakul vizelettartási zavarba. Tehát akkor az az első és legfontosabb, hogyha valaki ilyen vizelettartási problémával küzd, akkor merjen segítséget kérni, mert van segítség. Így van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A műsor támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat. A Monori Rendőrkapitányság híreit most is Elekes Emőke sajtószóvivőtől hallhatják. Köszöntöm a Gemini Televízió nézőit! A Monori Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya 13050/1178/2019 bűnügyi számon indított eljárást ismeretlen tettes ellen jogtalan elsajátítás vétség elkövetésének gyanúja miatt. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint az ismeretlen elkövető július 20-án az egyik Monori áruház próbafülkéjéből a sértett által ott felejtett mobiltelefonját és személyes iratait eltulajdonította. A feltételezett elkövetőről biztonsági kamera felvétel áll rendelkezésre. A Monori Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható személyt felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatosan információval rendelkezik, jelentkezzen a Monori Rendőrkapitányságon, vagy hívja a Pest megyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központját a 061 236 28 83-as telefonszámon. Névtelensége megőrzése mellett bejelentést tehet az ingyenesen hívható 0680 555 111-es telefontanú zöld számán, vagy a 107-es, 112-es segélyhívott számok valamelyikén. Pályaválasztási kiállítást tartott a Monori József Attila gimnáziumban október 1-én a Pest megyei kormányhivatal, Monori járási hivatal foglalkoztatási osztálya, amelyen a Monori rendőrkapitányság is részt vett. A kiállításon Antal László rendőr századossal, az ülői rendőrös parancsnokával bemutattuk a rendőrség szervezeti felépítését, valamint az érdeklődők felvilágosítást kaptak a rendészeti szakgimnáziumi képzésre történő jelentkezés feltételeiről, bűnügyi és a rendészeti szakterületen történő munkavégzésről. Ülői rendőrös munkatársa, Ceglédi Tamás rendőrfőtörzsőrmester az érdeklődők részére pedig bemutatta, hogy a szolgálati kutyák milyen felkészülten teljesítik a kutyavezető által adott parancsokat, mint például a keresés. A Monori és a Nagykátai rendőrkapitányság összehangolt akciót tartott a balesetek megelőzése céljából október 17-én Vecsésen. Az ellenőrzés ideje alatt a közlekedés rendészeti munkatársak változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrzési pontokat is használtak, amelyek 49 alkalommal jeleztek sebességtúllépést. Az igazoltatott járművezetők közül 41 sofőrrel szemben a rendőrök helyszíni bírságot szabtak ki, míg 8 fővel szemben közigazgatási eljárást indítottak sebességtúllépés miatt. Kollégáim a következő hetekben is több alkalommal tartanak közlekedési ellenőrzéseket Monoron és a környező településeken.
Az országos Bike Safe program Monoron is egyre népszerűbb. Az országos nyilvántartási rendszerbe történő bekerüléshez kollégáimmal lefotózzuk a jelentkezők kerékpárjait, majd rögzítjük a járművek egyedi jellemzőit és a tulajdonosok adatait. A regisztrált biciklit végül egy matricával látjuk el, mely azt jelzi, hogy a kétkerekű már szerepel az adatbázisban. A kezdeményezés célja, hogy a bűncselekmény esetén jelölés segítse a keresett kétkerekű azonosítását, vagy a megtalált bicikli tulajdonoshoz történő visszajutatását. A kerékpár eltulajdonításának megelőzése céljából kérem fogadják meg az alábbi tanácsaimat. Mindig zárják le a kerékpárt, lehetőleg megfelelő minőségű lakattal. Mindig valamilyen biztosan rögzített tárgyhoz, ilyen például a biciklitároló, lámpaoszlop, pózna, ezekhez rögzítsék. Forgalmas, jól látható, lehetőleg térfigyelő kamerákkal megfigyelt helyen hagyják a bicikliüket, ne eldugott kis utcákban vagy kapuajban. Ne feledjék, a biciklik azonban csak akkor vannak biztonságban, ha a tulajdonosok is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a tolvajok ne tudják azt megszerezni, ezért hivatali munkaidőben továbbra is várom Önöket az ingyenes kerékpárregisztrációra. A Pest megyei rendőrfőkapitányság vezetője rendészeti szakterületre pályázatot hirdet járőrtárs beosztás betöltésére. A felvételt nyert pályázók 5 hónapos időtartamú iskolarendszeren kívüli moduláris képzésben vesznek részt. A képzés várhatóan 2020. február 17-én indul az Adiligeti Rendészeti Szakgimnáziumba, amelyben a jelentkezési határidő 2019. november 30-a. A képzést követő sikeres vizsga esetén őrjárőrtárs részszakképesítést szereznek a pályázók. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a Monori Rendőrkapitányság hivatalvezetője ad a 0629 610 524-es telefonszámon, valamint személyesen a Monori Rendőrkapitányságon hivatali munkaidőben. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Az ősz jegyében tartottak egy kiállítás megnyitót városi könyvtárban nemrég, melyen az intézményvezető köszöntője után Ensebestyén Kata nyitotta meg a tárlatot. Egy kis visszaemlékezés következik most. Szeretettel köszöntjük a kedves vendégeinket az őszi kézműves kiállítás megnyitóján. Szeretettel köszöntöm a monori kézműveseket, vezetőjét Zsirosné Marikát, Pásztorné Burus Piroskát, a Patchwork szakkör vezetőjét és a kör tagjait, valamint Szabó Katalint, a zeneiskola dolgozóját. Szeretettel köszöntöm N. Sebestyén Katalint, ő fogja a kiállítást megnyitni. Ő festőművész, és érzelmileg fogja megtölteni a megnyitót a szavaival, verses kis műsorával, rövid műsorával. Néhány mondatot szeretnék mondani az őszi kézműves kiállításról. Én 2014 óta dolgozom a könyvtárban, akkor már ugye találkoztam ezzel a kiállításformával, de gondolom már évtizedes hagyománya van itt Monoron ennek, ugye vagy a kézműves klub, vagy a patchwork szakkör, vagy a horgolók közreműködésével szokott ez a kiállítás létrejönni. Sok tehetséggel találkozhatunk a kiállítók között, őket jó ismerjük, több helyen, több alkalommal, nem csak könyvtárunkban, hanem mondjuk a Vigadóban, vagy a ipartestületi házban is tartottak kiállításokat. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök minden alkotót, és minden vendéget is. Mielőtt elkezdeném beszédemet, az idén nyáron egy számomra nagyon-nagyon kedves személy ment el, és én szeretném, hogyha egy perces néma csenddel emlékeznénk meg Gál Juditról. Tudjuk róla, hogy csodálatos dolgokat készített, és szeretném, hogyha úgy együttérzésünket fejeznénk ki. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a férjét, Gál Józsit, aki megtisztelt bennünket jelenlétével.
Szeretettel köszöntelek titeket, külön tisztelettel azokat, akik megtisztelték a könyvtárat és a várost azzal, hogy a munkáikat bemutatják. Igen, többes számban beszélek, hiszen ma ugye egy rendhagyó kiállítás megnyitójára érkeztünk. Monoron, illetve vonzás körzetében dolgozó alkotó kézművesek mutatkoznak be, immár hagyományként, időnként az érdeklődők számára. Egy ide illő idézettel szeretném kezdeni, tulajdonképpen egy ismeretlen szerző szavait tolmácsolom. Felbecsülhetetlen ajándék rejtőzik benned, a kreativitásod. Csak rá kell találnod, és ki kell fényesítened, hogy a saját fényében ragyoghasson. Azt gondolom, hogy ezen egyet is érthetünk. Ahogyan én látom, egy-egy mű a művészek személyiségét, kreativitásukat, szorgalmukat, a szebbnél szebb művek, kézműves tárgyak, goblenek, hímzések, patchworkök, lakások, dísztárgyai, használati tárgyak bizonyítják mindezt. A most kiállított művek között szép számmal láthatunk igazi mesterműveket is. Véleményem, hogy a legfőbb fórum a bemutatkozáshoz a minél több kiállítás, a kiállítások, ahol közvetlenül szemlélhetjük meg az alkotásokat. Ezek az élmények már egy bizonyos szint fölött egységessé tömörülnek, így az alkotó önálló ízléséről is tanúskodhatnak. Természetesen nagyon fontos minden ipari és kézművészeti, képzőművészeti alkotó számára, hogy műveik minél szélesebb körben láthatóak legyenek, s megismerhessék műveiket, gyönyörködhessünk, használhassuk őket mindennapjainkban. Itt láthatunk olyan műveket is, illetőleg ott fent, gondolom majd mindenki megnézi, ahol rejtett értékek is előkerülnek, amely jobban bemutatja a néző, a látogató számára az adott művész lelki világát és tehetségét. Vannak közöttünk olyan művészek, akik több lábon is állnak, kreativitásuk rendkívüli, hisz egyedi fáradtságot időt nem kímélve alkotják műveiket. Összességében elmondhatjuk, hogy példamutató szorgalommal, rendkívüli kitartással készülnek ezek az alkotások. Az itt kiállítókról elmondhatjuk, hogy rajonganak, illetőleg szenvedélyük a kézimunka, és a kézimunka különböző válfajai, a horgolás, a varrás, a dísztárgyak készítése, valamint ezek megtervezése. De felfedezhetünk újrahasznosított termékeket is, amely fontos tényező alkotója, alkotói számára, hogy újra gondolja a már úgynevezett haszontalanná vált tárgyak hasznossá tételét. Itt mindenképp és feltétlenül meg kell említenem azt a fontos tényt, hogy a Monori Patchwork Klub mellett a Monori Kézművesek Klubja sokadszor, sokadik alkalommal öregbítették Monor város hírnevét, amelyre a város nagyon büszke lehet, hiszen évről évre pályázatról pályázatra díjakat hoznak el a tagjai, első, második, harmadik és külön díjakat is. Azt gondolom, hogy joggal húzhatjuk ki magunkat ezen teljesítmények elérését látva. Véleményem az, hogy sokkal jobban el kellene ismernünk ezen eredményeket, s meg kellene becsülnünk azt a törekvést is, amely a hagyományainkat a hagyományos ősi varrás megőrzésére irányul. Itt kell megemlítenünk azt a hihetetlen eredményt, amelyre a városnak még nagyobb büszkeséggel kellene, hogy legyen, hiszen tavasszal Szolnokon a nemzetközi kiállításon vett részt a Monori Kézművesek Klubja, ahonnan úgynevezett IDEA díjban részesültünk, s külön díjat maga a Kézművesek Klubja hozhatott el. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, de azt is mondhatnám, mérföldkő volt azok számára, akik részt vettek ezen a kiállításon, ahol elmondhatjuk, hogy igazi megbecsülésben volt részünk. Köszönet ezért Zsíros Marikának, a Kézműves Klub vezetőjének, aki szívvel
szíven lélekkel kiáll a tagokért, s valóban azon van, azért munkálkodik, hogy minél szélesebb körben bemutatkozhasson ez a kis csapat. Itt kell megemlítenünk a legutóbbi nemzetközi kiállításon való részvételt is, amely Tisza Alpáron került megrendezésre. Láthatjuk, hogy egyedi kreativitású alkotásokkal állunk szemben, és azt is elmondhatjuk, hogy igazi tudásszomj és tombol a kézművesek klubtagjaiban, hiszen minél több ismeret, minél tökéletesebb alkotások megvalósítása a cél, és az újabbnál újabb technikák megformálására törekszenek. Az elkészült művek célja a nézőt megnyerni, és inkább a láttatni akarás nyilvánul meg az alkotásokban. Az itt kiállított művekről elmondhatjuk, hogy készítőik, a művészek lelkük kis darabkáját, valamint kézműves vagy művész irányultságukat ismerhetjük meg műveik által. Azt gondolom, hogy ha megnézitek a fent elhelyezett tárgyakat, alkotásokat, akkor mindaz, amit én itt elmondtam, magáért beszél. Hát itt szeretnék egy Csontváry Koszka Tivadar idézetet elmondani nektek, és tulajdonképpen ezzel zárnám ezt a kis mondandómat, illetőleg a hozzátok íródott versemmel. Akinek megadatott a képesség az alkotásra, annak megadatott a képesség a halhatatlanságra. Tehát a műveitek által halhatatlanná fogtok válni. Így gondolom én is ezt, és azok a csodák, amiket elkészítetek, azt hiszem, hogy minden emberi szívet megmelengetnek. Tehát itt bármilyen kézműves munkáról beszélhetünk, én mindig csodálattal nézem azokat, akik ilyen gyönyörű, mondjuk goblent, mint a Zsíros Marika készít, vagy mint a Lidike a csodálatos horgolásaival, vagy épp a Jutka, de sorolhatnám itt ugye a hímzéseivel, meg képekkel. Tehát olyan gyönyörű tárgyakat láthatunk, szerintem mindnyájan azon lennénk, hogy minél több ilyen lehetne otthon a lakásunkban. Erre szerintem meg kell beszélni a készítőjükkel, vagy éppen Piroska a csodálatos pestvörkjeivel. Én nagyon örülök neki, hogy itt ennek a kis közösségnek a tagja lehetek, és én nagyon bízom benne, hogy még sokáig együtt fogunk tudni dolgozni. És most akkor hangozzék el az a vers, amit hát még nem nagyon száradt meg rajta a tinta, de igyekeztem valami olyat összehozni nektek, remélem, hogy túl sok baki nem lesz benne. A versem címe Kreatív művészi szeretet. Ha a kreativitás felülemelkedik, ekkor megszűnik a külvilág, üres semmiből mesterművek valósulhatnak meg. Angyalszárnyak öltésekkel készülnek, tülpóján holdezüstös fénye átdereng. Ezüsttel átszöl csillagcsillogású művek, brokáton gyöngyös bros büszkén díszeleg. Hófehér sejemruhás soron színek varázslatos harmóniája nézőit elkápráztatja, formái, mintái, alakzatai, csupa-csupa geometria. Kékbársony sátor alatt fehér bárányfelhő varázslatos kézi munkáitok nyomán betakar, nézőinek lenyűgöző látványt nyújtva. Elénk tárul papírból, veszőből, rongyból átértelmezett, de újrahasznosított tárgyak, amelyek itt elkészültek. Sok-sok szín, szivárványszín kongrén népi hímzésen megjelenik, horgolással csodás tárgyak valósulnak meg. Gyors kosztümbe fornak az évszakok, angyali ihlet titeket körülölel, öltésekkel, fonással megörökítitek az örök spirált. Értékek jelennek meg mívességetek nyomán, képeitek, tárgyaitok szárnyakat bontanak, s halhatatlanokká tesznek. Ó, micsoda varázslat, mi megérint engem,
Meseország tárult elénk, az aranyló nap fényes, ezüstholt sugarai csillogtatják remek műveiteket. A Vodafone meg 30-szorozza a Black Friday-t. Egész novemberben tart. 30-szor több időt adunk, 30% készülékkedvezményt a kiemelt készülékeinkre reddel, hogy 30-szor könnyebben dönthess. Választ 30% készülékkedvezménnyel például a Huawei P30 Lite-ot vagy a Huawei P Smart-ot. A jövő izgalmas. Ready? Vodafone. A műsor folytatásában Mészáros Sándor polgármesterrel beszélgetek, mindeközben pedig megtekinthetik azt az összefoglalót, melyben megmutatjuk a Felső Nyáregyházi játszótér átadásának pillanatait. Kedves nézőink, a mai műsor vendége Mészáros Sándor, Nyáregyháza Nagyközség polgármestere. Szeretettel köszöntöm, örülök, hogy itt van nálunk. Köszönöm szépen a meghívást. Nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni polgármester úrral. Természetesen szóba kerül majd az alakuló ülés, a jelenlegi és a jövőbeni projektek, a lehetőségek, illetve arról is fogunk egy picikét beszélni polgármester úrral, hogy hogyan is alakul Nyáregyházán majd az év vége. Mielőtt bármibe belekezdenénk, polgármester úr, néhány gondolat a Nyáregyháza Fesztiválról, mert hogy azt mindig szoktuk értékelni, hát most is tegyük ezt meg. Milyen visszhangok érkeztek a szervezőkhöz, és most már lecsillapodott-e minden? Azt hiszem, hogy azt nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez volt az a fesztivál, aminél senki nem számított arra, hogy milyen brutális eső érkezik. Igen, ugye a 9. rendezvényünk volt, és eddig megúsztuk maximum egy kisebb esővel. Most a szombati napon azért jócskán esett az eső, de annak ellenére a szombatesti programok is viszonylag jól sikerültek. Egyedül az utcabál, az éjfél utáni program maradt el, egyébként pedig előtte sokan azért esernyővel is kilátogattak, és végig voltak velünk az est folyamán. A pénteki nap az pedig, én azt gondolom, hogy az Edda koncerttel néző csúcsot döntött, úgyhogy összességében az időjárást ugye befolyásolni nem tudjuk, bármennyire is szeretnénk, de összességében nagyon pozitívan értékelték a lakosok is, és mi magunk is a fesztiválnak a megvalósulását. 2020-ra már azért más nem az időpont, azt gondolom megvan. Még nincsen. Nincsen? Mert ugye évről évre egy-egy nappal előrébb került a rendezvény, és most olyan helyzetben vagyunk, hogy dönteni kell a szeptember első vagy a második hétvégéjéről, de még ezen kívül számos más egyéb dologról is, és szeretném, hogyha a képviselőtestület is ebben átgondolná azt, hogy hogyan legyen a következő esztendő, milyen források állnak rendelkezésre, milyen pályázati lehetőségek, a területi adottságokat újra kell gondolni, elképzelhető, hogy lesznek ebben változások, de ezt a képviselőtestülettel át fogjuk beszélni még ebben az évben, hogy januártól el tudjuk kezdeni a programnak a gerincét megalkotni. Véget ért ez a program, és aztán egy újabb munka került terítékre, mégpedig a kampány, és itt már szigorúan a polgármester, illetve a képviselő jelölteknek a munkája az, ami érdekes. Hogyan indultak neki ennek a kampánynak? Hát ugyanúgy, ahogy 5 évvel ezelőtt is szerettük volna, ami szerencsére meg is valósult, hogyha személyeskedéstől és egyéb negatív visszhangoktól mentes lenne ez a kampány, és szerencsére ilyen volt az előző is, meg az előtti is. Ugye a polgármesterjelöltből csak a személyem volt jelen a szavazólapon, nem volt kihívó, nem volt ellenfél, képviselőjelöltek közül pedig a 6 helyre 9 aspiráns volt ezen a választáson, de szinte úgy lehet mondani, vagy azt mondhatjuk, hogy a jelenlegi régi új képviselőtestes is úgy gondolkodott, hogy lendületben vagyunk, és szeretnénk a munkát tovább folytatni, tehát nem úgy történt ez nálunk, hogy lezártunk egy 5 évet, és befejeződtek a beruházások, hanem mintha nem is lett volna választás, a régi képviselőtestület a lakosok bizalmából folytathatta a munkát, és ez látszik a településen is, hiszen számos beruházást elkezdtünk az előző ciklus végén, és ezek folyamatában
átgördültek erre a ciklusra. A beruházásokról fogunk még beszélgetni polgármester úrral. Engem érdekelne a részvételi arány. Én most nem gyűjtöttem ki a választás.hu oldalról, hogy hány százalék volt a nyáregyháziak közül, aki elment és mennyien nem. Hogy lehet értékelni úgy általában azt, hogy tulajdonképpen azért a lakosok nagy része a településeken közömbös az önkormányzati választásoknál? A nyáregyházán a részvételi arány az megegyezett szinte százalékra pontosan az 5 évvel ezelőtti adatok, ami nem egy magas szám, mert alig 29%, tehát e körüli volt a részvételi arány. És ugyan a kampányban mi is többször elmondtunk, ugye tartottunk lakossági beszélgetéseket, fórumokat, interneten közzétettük az elképzeléseinket, és elmondtuk, én jó magam is többször elmondtam, hogy attól függetlenül, hogy egy országos választásnál ugye sokkal nagyobb a felhajtás, sokkal nagyobb a média visszhang, ugye jobban készülnek talán az emberek a választásra, azért mégis a helyi ügyek talán a legfontosabbak a helyi lakosok számára, és ezek most dőltek el, kik lesznek azok a képviselők, akikbe, illetve polgármesterek, akikbe a lakosok a bizalmukat helyezik. Úgyhogy én nagyon szeretném, hogyha sikerülne egyszer oda eljutnunk, hogy megközelítsük az országos választási részvételi adatokat. Én azt gondolom, hogy ezért mindenkinek, amit tud, meg kell majd tenni a jövőben, és nyilvánvalóan a lakosoktól pedig azt kérjük, hogy számunkra is egy erősebb felhatalmazást nyújt, hogyha minél többen részt vesznek egy-egy választáson. Polgármester úr, ha egyszer a polgármester személyében és a képviselőtestület tagjainak személyében nem történt változás, akkor én feltételezhetem azt, hogy alapvetően a szervezeti és működési szabályzathoz a testületén nem kellett hozzányúlni? Maradtak ugyanazok a bizottságok, ugyanazokkal az elnökökkel, tagokkal, vagy pedig történt ebben változás? Tulajdonképpen a szervezeti működési szabályzatunknak a lényegi része az nem változott. Egy tag, egy személyi változás történt a Humán Bizottságban. Volt korábbi polgármesterasszony, benne volt a Humán Bizottságban, most ő nem vállalta már a munkát a következő 5 éves ciklusra, úgyhogy egy nagyon alkalmas személyt találtunk meg az ő helyére, úgyhogy egy személyi változás történt, de létszámában és struktúrájában sem változtak meg a bizottságok, és egyéb szabálymódosításokat sem eszközöltünk. Ugye itt a régi új testületről beszélünk, és akkor ami biztosan változik, az a cél. Na de mennyiben és hogyan? Még ezt sem mondanám, hogy a cél változik, mert nyilván vannak akkor olyan... bővül fogalmazzuk így át, igen, a kérdésemet. Nyilván vannak olyan fejlesztési elképzelések, amelyek újak, és erre a ciklusra, erre az időszakra, mint egy-egy ilyen sarokpont elhelyezésre kerültek ezen az úton. De a cél az tulajdonképpen az, hogy szeretnénk Nyáregyházát minél élhetőbbé, minél szebbé, minél több szolgáltatással ellátni, és a végső cél az, hogy aki nyáregyházi, az szeressen nyáregyházinak lenni, és aki pedig fiatal nyáregyházi, az pedig akarjon nyáregyházán maradni, és akarjon nyáregyházán letelepedni. Az összes tevékenységünk, döntésünk, fejlesztésünk, felújításunk, programszervezésünk az azért történik, hogy ez a település egy olyan színvonalú kis közösség legyen, egy olyan nagy község legyen tulajdonképpen, amelyik bizonyos szempontból azért egy városi színvonalat is föl tud mutatni egy-egy szolgáltatás, vagy program, vagy fejlesztés terén. Sarokpontok, beszélgessünk egy picit a részletekről. Mi az elképzelés? Tehát, ha Nyáregyházáról beszélünk, akkor alapvetően még mindig első rangú szempontként, vagy legfontosabbként az utak állapotának javítását kell megemlítenünk, mert sajnos még nem tartunk ott, ami a fejünkben él kép Nyáregyháza úthálózatáról. Elég sokat kell még ahhoz tennünk, hogy ez megvalósuljon. De ilyenkor azért nyilván a választások előtt összegeztük az előző 5 évnek az eredményeit, és nagyjából évente körülbelül 900 méter, 1 kilométernyi aszfaltos utat tudtunk építeni és vagy felújítani, tehát olyan minőségben, ami felújítás, ami gyakorlatilag az ott élőknek szinte egy útépítés szintű felújítással ért fel. Úgyhogy ezt az évenkénti közel 1 kilométeres számot, vagy host, hogyha tudjuk tartani a következő 5 éves ciklusra, akkor én azt gondolom, hogy én is és a képviselő társaim is elégedettek lesznek, és hozzá kell tegyem azt is, hogy ezeket elsősorban pályázati forrásból fogjuk tudni megvalósítani, tehát nagyon kevés volt az a
az az út felújítás vagy útépítés gyakorlatilag a ráfordított költségnek körülbelül a 10%-a, ami a saját forrásunk volt ebben a történetben. Ugye ez nem egy olcsó kivitelezési feladat, nem egy olcsó közmű az útépítés, és ehhez az önkormányzatnak azért nincsenek olyan korlátlan, illetve olyan mértékű forrásai, hogy saját erőből ilyen léptékben tudjon haladni. Úgyhogy számítunk arra, hogy a jövőben is lesznek pályázati kiírások. Ezekből az elmúlt időszakban igen jó arányban nyert az önkormányzat, tehát szeretnénk ezeket maximális mértékig kihasználni a jövőben, de természetesen azért kisebb olyan szakaszokat felújítani, megépíteni akár, be fogunk tudni vállalni, hogyha a költségvetés ezt lehetővé teszi. Tehát az útépítés a legfontosabb, és ezen kívül, amikor a polgármesteri programnak a tájékoztatója volt ugye az alakuló ülésen, akkor én olyan fontosabb területfejlesztési célokat jelöltem meg, amelyeknek a megvalósítása valóban nem egy egy-két éves folyamat, hanem minden évben szeretnénk egy pici lépéssel előrébb jutni egy-egy adott területen. Ilyen például a művelődési ház mellett található játszótérnek a felfejlesztése egy igazi szabadidő parká, és egy főtérnek a kialakítása ezen a területen, akár az egész területnek a hátsó részét az általános iskolával összekötve. Hasonlóan ehhez szeretnénk egy nagyon színvonalas és élettel teli közösségi színteret kialakítani Felsőnyáregyházán, ahol ugye nemrég a játszótér került átadásra. Erre is ott a területi és egyéb adottságok azok megvannak és alkalmasak. Kisebb léptékű ilyen területi fejlődés vagy fejlesztés lenne a könyvtár, illetve az iskola előtti területnek a parkosítása, növényekkel történő beültetése, padok kihelyezése, tehát egy ilyen kis hangulatos találka helyet szeretnénk ott kialakítani, vagy akár egy olyan területet, ahol jó időben a könyvtárból kihozott könyvet vagy folyóiratot egy padban, a fa árnyékában lehet böngészni és el lehet olvasni. És egy nagyobb léptékű elképzelés pedig az óvoda melletti, mögötti területnek a fejlesztése. Ez ugye a fesztiválnak az a része, ahol a vidámparkos terület jelent meg az elmúlt években. Ezt a belső területet szeretnénk a Mátyás király, illetve a Széchenyi útról egy-egy úttal megközelíthetővé tenni, feltárni. Itt szeretnénk egy bölcsödét építeni, erre adtunk is be pályázatot, de ezen kívül van még hely arra, hogy építési telkeket is ki tudjunk itt alakítani. Tehát egy ilyen vegyes övezeti besorolásban elsősorban szintén a fiatal családot alapítani szándékozóknak kedvezve szeretnénk ezt a területet biztosítani a jövőben, amihez nyilván nagyon sok forrás kell majd, mert ahhoz, hogy ott az infrastruktúrát, a közműveket kialakítsuk, ahhoz nyilván több 10 millió forintra van szükség. Első lépésként a bevezető utaknak a föld területeit szándékozzuk megvásárolni, az egyik már meg is történt, második lépésként pedig fogunk erre egy megvalósíthatósági tanulmányt készíteni. Úgyhogy ezek a főbb pontok, sarokpontok, és hát hogyha minden jól megy, akkor nem csak itt ezen a területen, hanem Felsőnyáregyházán is szeretnénk egy mini bölcsödét építeni, erre is megvan az elképzelésünk, meglátjuk majd, nyilván ez is pályázati forrásból tudna csak megvalósulni, bízunk abban, hogy a döntéshozók úgy fogják értékelni, hogy mind a két település részen szükség van erre. Hát reméljük, hogy ezekről a programokról, miután elkezdenek szép apránként megvalósulni, majd itt a Gemini Televízióban is be tudunk számolni. Ugye amikor polgármester úr a vendégem, akkor mindig elmondjuk és kihangsúlyozzuk azt, hogy tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy Alsó-Nyáregyháza vagy Felső-Nyáregyháza, a kettőt együtt kezeli az önkormányzat, tehát van a Nyáregyháza nagyközség, és most a Felső-Nyáregyházi játszótér átadásról fognak majd látni egy remélhetőleg önöknek is tetsző kis összefoglalót, hiszen egy nagyon szép időben, még szeptember közepén került átadásra az ottani játszótér, és ahogy polgármester úr mondta, oda is szeretnének a jövőben fejleszteni. Most még csak a játszótér az, ami megnézhető a következő összefoglalóban, utána pedig folytatjuk polgármester úrral a beszélgetést. Tisztelt jelenlévő ünneplő közönség, kedves nyáregyháziak, kedves vendégeink! Nyáregyháza nagyközség önkormányzata nevében nagyon sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, aki eljött a mai napon a Felsőnyáregyházi játszótér átadására. Hosszú utat tett meg az önkormányzat, hosszú utat tettünk meg
ahhoz, hogy a mai naphoz elérkezhessünk, hiszen egy régóta megfogalmazott igénye volt a szülőknek, a lakóknak az, hogy Nyíregyházán játszótér, játszóterek létesüljenek, épüljenek fel. A hosszú út elején, amikor még ez az igény felmerült, az önkormányzatnak nem voltak meg azok az anyagi, pénzügyi lehetőségei, és nem voltak olyan pályázati források sem, amelyből hasonló létesítményeket meg tudtunk volna valósítani. Azonban egyre inkább, ahogy sikerült a pénzügyeinket rendbe tenni, és megjelentek pályázatok is, elkezdődhetett ez a folyamat, aminek a következő állomása a Felsőnyíregyházi játszótérnek a mai átadása. Az elsőre talán sokan emlékeznek azok közül, akik ma itt vannak, az a Nyíregyházán a Kovács István Művelődési Ház melletti ingatlanon megvalósuló nagy várral megépülő Alsó-Nyíregyházi játszótér volt, aminek a nagy részét pályázati forrásból sikerült megvalósítani, és természetesen, mivel Felsőnyíregyháza is önkormányzatunknak ugyanolyan fontos, mint Alsó-Nyíregyháza, illetve a település központ, már akkor, amikor azt a pályázatot beadtuk és megnyertük, tudtuk azt, hogy a következő lépés az Felsőnyíregyházán fog megtörténni. És ennek a végállomása az, hogy most itt lehetünk, ezen a héten, a csütörtöki napon megtörtént ennek a játszótérnek a minősítése és a használatba adása, és mostani hétvégétől kezdve pedig a gyermekek is, bízom benne, hogy nagy örömmel fogják használni a következő években, évtizedekben, talán még az itt jelenlévő fiataloknak a gyermekei is fognak erre a játszótérre járni. El szeretném mondani azt, hogy mindig egy ilyen megnyitónak része az, hogy megköszönjük azoknak a segítséget, akik létrehozták mindezt, és ez most kifejezetten igaz, hiszen amikor elkezdtük ezt tervezni, azért is húzódott ennyi ideig, mert szerettünk volna az Alsó-Nyíregyházitól egy picit eltérő megvalósítást, picit eltérő játszóeszközöket, és ezeket bizony három különböző cégtől válogattuk össze. Nagyon sok játékot megnéztük a gyermekeknek a korábbi rajzait, hogy mik voltak az igények, hogy milyen játszóeszközöket szeretnének a településen látni, és három különböző cégnek az eszközei találhatók itt meg. Ez a 25 méter hosszú, nem is tudom, ez a drótkötél pálya, amin megmondom őszintén, hogy amikor a minősítés megvolt, én is, és a képviselőtársam Kis Tamás is lecsúszott, és kipróbáltuk. Biztosíthatunk mindenkit, hogy megfelelő biztonsággal készült el, és nagyon jól használható ez az eszköz. Aztán itt van ez a vár, ami mellettem található. Ez egy másik cégnek a terméke, csak úgy, mint a három üléses hinta, amelynek az egyik fontos eleme az a fészek hinta, amit Alsó-Nyíregyházán is nagy-nagy szeretettel használnak a gyermekek. Aztán van itt függeszkedős forgó, vannak rugós játszóeszközök, van egy kötélgúla, van egy mérleghinta, illetve van egy egyensúlyozó pálya is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden korosztálynak mindenféle játszási igényét ki tudja elégíteni ez a játszótér, és bízom benne, hogy nagy örömmel fogjátok hosszú távon használni ezt. És mint hogy az Alsó-Nyíregyházi területtel kapcsolatban is elmondható, itt is el tudom azt mondani, hogy ugyan a játszóeszközök már a helyükre kerültek, de azért természetesen további fejlesztéseket is szeretnénk a következő évben sétányt kialakítani, padokat elhelyezni. Tehát szeretnénk, hogyha ez a terület, ez a tér Felsőnyíregyházának egy közösségi találkozó, szórakozó, pihenő helye lenne, csak úgy, mint az Alsó-Nyíregyházi játszótér, amelyből egy szabadidő parkot szeretnénk létrehozni. Egy szó mint száz, nagy örömmel vagyunk ismét Felsőnyíregyházán, nem olyan régen adtuk át a Lázár utat a használatba, most a napokban elkészült Alsó-Nyíregyházán a Vekerle utca, most pedig ezen a játszótér átadáson vagyunk itt, és hamarosan kihirdetjük az egészségháznak, illetve a Felsőnyíregyházi rendelőnek a nyertes kivitelezőjét, tehát azok a munkák is elkezdődnek hamarosan, illetve elindítjuk a közbeszerzési eljárást az óvoda megerősítése, illetve bővítése kapcsán is. Tehát látható, hogy minden irányba próbál az önkormányzat
fejleszteni, minden lehetőséget, minden pályázatot igyekszünk megragadni, és szerencsére el kell azt mondanom, hogy kormányzati támogatással elsősorban, de a pályázatoknak a nagyon nagy százalékát jó arányban meg tudja nyerni az önkormányzat. Én nagyon bízom abban, hogy így lesz ez a jövőben is, és várom a lakosoknak azokat a további javaslatait, elképzeléseit, amelyek arra vonatkoznak, hogy melyek azok a szolgáltatások, amelyeket létre kéne hozni, fejleszteni vagy bővíteni kellene Nyíregyházán. Én mindenkinek nagyon köszönöm, akik ma itt vannak és meghallgattak. Külön köszönöm azoknak, akik itt kivették a részüket a munkában, nem csak a szakcége, vagy a munkából, nem csak a szakcégeknek, akik kivitelezték ezt a játszóteret, hanem azoknak is, akik különböző finomításokat hajtottak itt végre, tehát az önkormányzati dolgozóknak, a Nyárfa Kft. Dolgozóinak, a közfoglalkoztatottaknak, alpolgármester úrnak, Laci bácsinak, aki még az előző napokban is segített itt a gerebjézésben és a terület egyengetésben, Kis Tamás képviselő úrnak, aki segített felszerelni a hintákra az ülő alkalmatosságokat. Egy szóval mindenkinek, aki bármilyen részt vállalt abban, hogy ezen a mai szép délután ma együtt itt lehetünk, és együtt örülhetünk ennek a létesítménynek. Köszönöm szépen, használják a gyermekek egészséggel és nagyon nagy jókedvel. Tisztelettel köszöntöm én is önöket. Szeretnék átadni egy virágcsokrot a Valaszkai Zsuzsikának, aki nagyon sokat tett azért, hogy még ez a játszótér épült, hogy felügyeletet alatt álljon a játszótér, hogy ne használják illetéktelenek, és engedte a dolgozóknak a gépeket beállni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Zsuzsikában, hogy tettél ezzel a játszótérte is. Engedd meg, hogy adjak át neked egy csokor virágot. Hát nemzeti színű szalaggal a mai napon nem készültünk, de most ezennel birtokba adom nektek, önöknek a játszóteret. Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, fogyasszatok ott a büfé helyen, érezzétek jól magatokat. Kedves nézőink, egy megvalósult és egy befejezett projektről láthattak összefoglalót. Polgármester úrral folytatjuk a beszélgetést. És míg önök nézték az összefoglalót, addig mi arról beszélgettünk, hogy ugye milyen aktív tud lenni egy képviselőtestület, az többek között abban is megmutatkozik, hogy vajon maguk a képviselőtestület tagjai, majd csak sikerül kimondanom ezt a szót, mennyire tudnak magukévá tenni vajon egy-egy feladatot, illetve akarnak-e egy-egy feladatot magukévá tenni. Hát akarnak-e a nyáregyháziak? Akarja-e a polgármester azt, hogy mindenkinek legyen egy kis területe, amit ő visz? Én azt gondolom, hogy igen, és a képviselő társaimnak egyrészt már gyakorlata is van a képviselői munkában, másrészt pedig mindegyiküket egyesével is maximálisan alkalmasnak érzem arra a feladatra, amit szeretnék, hogyha ebben a ciklusban felvállalnának. Jelesen, hogy egy-két olyan számukra fontos témát vagy területet karoljanak fel, és vigyenek végig ebben az 5 éves ciklusban, amin szeretnének változtatni, szeretnének jobbítani, javítani, legyen az akár az ivóvíz minőségnek a problémája, akár útjavítási kérdések, akár ilyen területfejlesztési kérdések. Ugye itt, amit az előbb említettem, van ugye egy olyan ingatlan, amit még majd meg kell vásárolnunk, ott vannak olyan jogi jellegű problémák, amelyeket ki kell egyenesíteni. Nyilván az önkormányzat jogászai is ebbe fognak segíteni, de sok olyan apró összetevője van egy-egy döntésnek, illetve egy-egy megvalósítani szándékozott projektnek, amire jó az, hogyha a képviselők nem csak a testületi ülésen látnak rá, és nem csak ott szavaznak, vagy kérdeznek egy-egy dologra rá, hanem egy-egy adott témának felelősnek is érzik magukat egy-egy adott témáért. Úgyhogy én nekem 2010-ben, amikor polgármester lettem, az egyik kitűzött célom az volt, hogy az alpolgármesteri tisztség is ne csak egy protokoláris jellegű tisztség legyen, hanem járjon feladatok ellátásával is, és szeretném ezt kiterjeszteni. Ez nagyon jól megvalósult, szeretném ezt kiterjeszteni a képviselő
társaim irányába is valamilyen szinten. Nyilván nem azt várjuk el, hogy napi szinten foglalkozzanak ezekkel a dolgokkal, de hogyha ők fontosnak éreznek olyan témákat, olyan feladatokat, amiért valóban személy szerint ők tenni szeretnének, és akár utána is járnának, telefonálnának, elmennének más településekre, megnéznének jó gyakorlatokat, és ezt behoznák az ülésre, megbeszélnénk, akkor ezzel tudnák segíteni az önkormányzatnak a működését, és annak az adott területnek gyakorlatilag a gazdái lehetnének. És mondom mindezt úgy, hogy egyébként a képviselőtestület nem vesz fel már 10 éve gyakorlatilag képviselői tiszteletdíjat, de ennek ellenére látom rajtuk, hogy ebben ők aktívan szeretnének részt venni, hiszen az előző ciklus végén is volt olyan képviselő, aki jött oda hozzám és mondta, hogy de hát adjál feladatot, mert szívesen csinálnám ezt vagy azt vagy amazt. Úgyhogy én most fogok adni, és remélem, hogy közösen fogunk tudni ezekben hatékonyabban előrelépni, mint ahogy az előző időszakban. Hát én személy szerint arra például nagyon kíváncsi lennék, hogy melyik képviselő vállalja fel az utak kérdését, mert az szerintem egy nagyon-nagyon komoly feladat. De ha már az utakat szóba hoztam, akkor ugye augusztusban, mikor beszélgettünk itt a stúdióban, akkor a kerékpár út építése, vagy a kerékpáros közlekedés segítő szakaszok megépítése az már olyan megvalósítás előtti állapotban volt. Hát most valósul-e ez a program? Igen, lassan indult be, mert ugye a kezdéshez mindenféle olyan munkakezdési engedély, meg egyéb feltételek kellettek, amik eltolták a kezdést, tehát nem úgy történt ez, hogy aláírtuk hétfőn a szerződést, és akkor kedden megjelentek a munkagépek, hanem voltak még ezt követően is, a szerződés aláírást követően is olyan kötelező előkészítő munkák, amelyeket egyébként a műszaki ellenőrként közreműködő Magyar Közút is megkövetelt. De amiután ezek az akadályok elhárultak, utána onnantól kezdve azt látom, hogy gőzerővel építkeznek, és a kivitelezők az időjárástól függetlenül is végzik a munkájukat. Úgyhogy most már szépen látszanak kialakulni azok a párhuzamos parkolók, azok a felújított szakaszok, amelyek korábban még ugye csak a terveken szerepeltek. Úgyhogy bízunk benne, hogy jövő tavaszra vagy legkésőbb nyárra teljes egészében el tud készülni ez a beruházás. A lakosok részéről sok kérdés van, sok felvetés van, ezekre igyekszünk válaszolni, elmagyarázni, megmutatni, hogyha bejön valaki akár a polgármesteri hivatalba terv szinten is, hogy mi hogy lesz és mi miért van. Úgyhogy érdeklődéssel várják a lakosok is, meg jó magam is a végeredményt, mert azt gondolom, hogy a tervek azok a lehetőségekhez mérten azokat maximálisan kihasználták, és bízunk benne, hogy ezt tovább gördítve a település főutcáját, a Nyári Pál utat, illetve az Ady Endre utat egy csillapított forgalmú övezetté is tudjuk tenni, és valóban ezeken a belterületi szakaszokon is a kerékpárosokat preferálni a jövőben. Augusztusban két nagyon fontos dologról is beszélgettünk beruházások tekintetében. Az egyik a dr. Marjai Viktor egészségház belső átalakítása volt, a másik pedig a Felső Nyáregyházi Orvosi Rendelő külső-belső, hát gyakorlatilag átépítése. Igen. Hol tart ez? Hogy megy az orvosi rendelés? Mert ugye beszéltünk arról is, hogy vajon mi lesz akkor majd a betegekkel, hova tudnak menni, hogyha ezek így egyszerre indulnak. Igen, elkezdődött mind a két beruházás. Az Alsó Nyáregyházi Egészségháznál szakaszokra lett bontva a kivitelezés. Tehát ez első körben, ami most zajlik, a védőnő és a gyermekorvosi rendelő helyiségek és ezek kiszolgáló helyiségei kerülnek teljes belső felújításra. És az egészségház mellett található idősek napközi otthona épületben zajlik most átmenetileg a felújítás idejére a rendelés, illetve a tanácsadás. Ez korábban is, amikor az energetikai felújítás volt az egészségháznak, ez korábban is így történt, úgyhogy ez adott volt, és már ez egy bejáratott dolog volt, hogy ilyen esetben használatba vehető ez az épület. És hogyha elkészül a védőnő és a gyermekorvosnak a helyiségei, akkor utána a háziorvosok költöznek át ideiglenesen ebbe az épületbe, és ha pedig elkészül, akkor vissza, és mindezek alatt pedig a Felsőnyáregyházi kis lapostetős épületünk az most már teljesen szét van verve, már abból a szempontból, hogy a nyilázárok ki lettek szedve, a külső korábbi lábazati elemek, amelyek ugye nem lettek annak idején befejezve, azok visszabontásra kerültek, és a következő napokban azt fogják tapasztalni a lakosok, hogy elindul a bővítés
szépen ki fognak emelkedni a falak és az épületnek az új formája. Úgyhogy szeretnénk a tél előtt azt az épületet is tető alá hozni. Nagyjából egy időben fog a két épület elkészülni. Ennek a várható befejezése, hogyha egy normál időjárási viszonyok lesznek, tehát egy normál telünk lesz, akkor március 31-én szeretnénk ezeket az épületeket átadni. Addig pedig ezt a pici kellemetlenséget kérjük, hogy fogadják el mind a lakosok, mind pedig az orvosok és a védőnő is. Polgármester úr, kerékpárútról beszéltünk, hogy mi lesz a jövőben az utakkal, már beszéltünk, de folyamatban van a Kossuth telepen egy külterületi útnak a megépítése, feljavítása? Igen, erre is régóta vártak már a lakosok, hiszen ez egy elnyert pályázati megvalósítás, amihez egyébként 15% önerőt kell az önkormányzatnak biztosítania. Összességében egy 50 millió forint értékű beruházásról beszélünk, és most már itt is eljutottunk oda, hogy kiválasztottuk a kivitelezőt, és elkezdődött ennek az útnak a felújítása. Itt is lesznek majd nyilván olyan napok, amikor a lakosok nem fognak tudni az ingatlanjaikra behajtani, úgyhogy ezúton is a türelmüket kérem ezzel kapcsolatban. Viszont sajnos ez az út is hasonló a Szent Imre telepi úthoz például, ami egy hosszú út, de keskeny, és nem nagyon van kerülő útvonal, tehát más módon nem tudjuk kezelni ennek az útnak a felújítását, hogy néhány napos ilyen szünetek lesznek ebben, de a végeredmény azt gondolom, hogy kárpótolni fogja az ott élőket. Mindig próbáltuk ezt az utat javítgatni, egyengetni, de mivel nem volt meg a megfelelő útalap ezen az úton, ezért ezek a felújítgatások csak ideig, óráig tartottak, és abban bízunk, hogy ez a fajta megoldás, ami most készül, ez sokkal hosszabb távon megfelelő minőségű és jól járható utat fog eredményezni a lakosok számára. Vissza kell megint utaljak erre a bizonyos augusztusi beszélgetésünkre polgármester úrnak a műfüves focipálya kapcsán, hiszen akkor is már megvoltak a tervek, hogy kell egy ilyet létrehozni Nyíregyházán. Hol fog ez megvalósulni? Igen, ez az iskola területén belül lesz, tehát a korábban az iskolások által használt ilyen füves, göcsörtös kisméretű focipályának a helyén, szinte pontosan ugyanott, mert a korábbi pálya is nagyjából ez a 20-40 méteres terület volt. Viszont egy sokkal modernebb létesítmény hálóval, körbe kerítéssel, megfelelő világítással és egy egyenletes műfüves talajjal. Úgyhogy ez az iskolához közel, az iskola ingatlanán belül valósul meg, de az önkormányzatnak a támogatásával, abból a szempontból, hogy ennek a 38 millió forint értékű beruházásnak a 10%-át, az önerőt, azt az önkormányzat biztosította, és a tankerület pedig hozzájárult ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. Tankerület, hát ugye minden általános iskola és a középiskolák is most már valamilyen tankerülethez tartoznak, így a nyáregyházi Nyári Pál általános iskola is ugyanígy van ezzel, viszont attól függetlenül, hogy a tankerületnek a kezelésében van, ettől még nyáregyháza tulajdonában maradt, és nyáregyháza nagyközség önkormányzatának nem is szabad elhanyagolnia a saját tulajdonát. Erre is megvannak a tervek, ugye? Jól gondolom. Igen, épp a minap volt az igazgatóasszonnyal egy beszélgetésünk azzal kapcsolatban, hogy a következő évre mik azok a tervek, mik azok az elképzelések, amelyeket ő az iskolai költségvetésben szerepeltetni kíván, és abban állapodtunk meg, hogy vannak ezek között olyan az önkormányzat számára is nagyon fontos előre mutató fejlesztési elképzelések, amelyekben partner tud lenni véleményem szerint, egy nyilván testületi döntés kell majd hozzá, de én mindenképpen partner tudok lenni abban, hogy akár anyagilag is ezekhez a fejlesztésekhez hozzájáruljunk, valamilyen szinten a tankerülettel megosztva, vagy egy részét a tankerületnek finanszírozni, a másik részét pedig nekünk. Tehát én azt gondolom, hogy attól függetlenül, hogy az iskolának a vagyonkezelése az már nem önkormányzati feladat, látjuk mi is azokat a javítandó dolgokat, azokat a hiányosságokat, amelyeket szeretnénk hozzáigazítani akár a főbejárati részt ugye az elkészülő környezethez, akár a műfüves focipálya környékén van ott egy-két olyan dolog, ami felújításra szorul, és ha ehhez mi nekünk anyagi hozzájárulás is szükséges, biztos vagyok benne, hogy egy bizonyos mértékig az önkormányzat azt fogja mondani, hogy ne várjuk el azt, hogy kizárólag a tankerület legyen az a szervezet, vagy az a személy, aki ehhez
az anyagi forrás biztosítja, mert nekünk nyáregyházi lakosoknak, önkormányzatnak azért szeretnénk, hogyha a gyermekeink minél korszerűbb és minél biztonságosabb környezetben tudnának sportolni, tudnák az épületet megközelíteni, tehát ehhez biztosan hozzá fogunk mi is járulni. És azt nem tudom, hogy a kedves nézők mennyire tudják, de egyre több olyan általános iskola van, ahova nem csak az éppen iskola köteles gyerekek járnak, hanem lehetőséget biztosítanak abban az épületben a felnőttek részére is, egy kis okulásra, egy kis tanulásra, ami nem mellesleg még egy bizonyítvánnyal is együtt jár. Nyáregyházán ez mikor, vagy hogy valósul meg, vagy folyamatban van-e már? Igen, ez most szeptembertől már elindult, tehát be lehet iratkozni olyan esti képzésre, ami érettségit ad, és bízom benne, hogy el fog terjedni ennek a híre, és a következő években egyre többen fogják a mi iskolánkat is ebből a célból is igénybe venni. Úgyhogy ez is egy olyan jellegű előrelépés, ami bár fizikálisan nem egy megfogható fejlesztés, nem egy látványos, kívülről látható dolog, de én azt gondolom, hogy az iskola értékét is növeli, és ha már a szolgáltatásokról beszéltünk, a lakosok felé egyfajta olyan plusz lehetőség, ami eddig Nyáregyházán nem volt nyitott, nem volt adott, most szeptembertől pedig ez is már él és működik a településen. Beszéltünk polgármester úrral arról, hogy ugye lesznek, vagy hát legalábbis ha nyer a pályázat, akkor lesz két mini bölcsöde is a településen. Beszéltünk arról, hogy az iskola milyen új szolgáltatással nyitott a lakosság és a környező települések lakói felé. Hát ne hagyjuk ki akkor az óvisokat sem. Mind a két település részen működő óvodába megnyert pályázati forrás van. Mire lehet felhasználni ezt a forrást? Miben tudnak megújulni ezek az intézmények? Igen, a Felsőnyáregyházi óvodának lesz egy komplex fejlesztése, és egy tornaszobával történő bővítése, energetikával, mindennel együtt. Ez egy nagyobb falat, viszont ennek is a kivitelezőjét hamarosan kiválasztásra kerül. Az Alsónyáregyházi felújítás pedig egy 30 millió forint értékű fejlesztés, amelyről a napokban értesültünk, hogy a Magyar Falu Program keretében egy nyertes pályázat lesz. Itt pedig elsősorban belső felújítások lesznek, illetve a tető csere és a külső járdaburkolat cseréje, tehát a csoportszobáknak a laminált parkettáját, a tornaszobának a burkolatát, illetve olyan kőburkolatokat kell cserélni a lépcsőnél, meg a konyhában, amelyek már nagyon elhasználódtak. Tehát itt is próbáltunk egy olyan komplex felújítási csomagot ebbe a 30 millió forintba bele szuszakolni, hogy minden egyes területnél tudjuk az épületet újítani, fejleszteni, és nagyon várom ezt a beruházást abból a szempontból is, mert a tornaszobánál is, illetve a két külső terasznál is a játszótéri gumiburkolathoz hasonló gumiburkolatot fogunk majd létesíteni, ami egy melegebb, puhább, tisztább felület a jelenlegi belső téren lévő parkettánál, illetve a kívül lévő térkőnhöz képest. Úgyhogy ez is egyfajta feladat most nekünk, hogy rendben van, hogy egy gumiburkolat lesz, na de hát az milyen színű legyen, milyen formák legyenek rajta, mi tetszene a gyerekeknek. Úgyhogy a téli időszakban ezt ki fogjuk gondolni, meg fogjuk tervezni, és tavasszal ennek is nekiállunk, és bízom benne, hogy egy-két hónap alatt végzünk is majd ezzel a felújítással. Hát mi magunk is kíváncsian várjuk, és akkor elérkeztünk a mai beszélgetés utolsó kérdéséhez, ami igazából a december hónaphoz nagyon aktívan kapcsolódik. Én nem tudom, hogy önök mennyire szoktak decemberben picit megőrülni, rohanni, azon gondolkodni, hogy vajon kinek mi legyen az ajándéka, meg lesz-e otthon minden az ünnepi ebédhez, vacsorához. Minden esetre ebben a nagy rohanásban az önkormányzatok többsége segít nekünk egy picike kis féket behúzni, mégpedig olyan közösségi programokkal, amikor azt mondja az önkormányzat, hogy kedves lakos, hát jöjjön ide ki, érezze jól magát, és próbáljunk meg együtt készülni, hangolódni az ünnepekre. No, Nyáregyházán ez hogy fog 2019-ben kinézni? Egy picit másképp, mint ahogy az előző években történt. Ugye már hagyomány a településünkön, hogy minden évben megrendezzük a falu karácsonyi ünnepségünket az általános iskolában, amely úgy zajlott eddig, hogy felléptek az iskolások, az óvodások, különböző csoportok, zeneiskolások például,
és eljöttek a szülők, megnézték a gyermekeiket, fogyasztottak esetleg egy meleg teát, vagy forralt bort, mézes kalácsot, és utána pedig beszélgettek és hazamentek. Most egy picit változtatnánk ezen, egyrészt a helyszín nagy valószínűséggel, bízunk benne, hogy az időjárás is ezt lehetővé teszi, a művelődési ház és környezete lesz, tehát a játszó téri területet is egy picit bevonjuk, a külső sörpadozásos, borozásos, beszélgetős részhez. A művelődési házban viszont elsősorban a gyermekek számára programokat szeretnénk nyújtani, tehát nem azt várjuk, hogy ők adjanak elő valamit, és készüljenek, és hozza a szülő, és gyakorolja a gyermekkel, hanem azt szeretnénk, hogyha megfordulna ez a helyzet, és a gyermekek számára lennének olyan érdekes műsorok, illetve programok, amelyek lekötik az ő figyelmüket arra az egy-másfél órára, amíg a művelődési házban ezek a programok lesznek. Addig a szülők odakint nyugodtan tudnak beszélgetni. Forralt borozni? Igen, vagy akár egy sült kolbászt megenni, vagy egy beiglit, vagy egy süteményt elfogyasztani. Úgyhogy a művelődési házban tervezzük. Egy picit korábban, mint a korábbi években, tehát vélhetően kora délután ilyen 2 óra magasságában fog kezdődni a program, és ha kapunk felajánlásból, akkor ott föl fogunk állítani egy falu karácsonyfáját is ezen a területen, és bízunk abban, hogy valóban nem egy ilyen rohanós délután, meg egy rohanós nap lesz, hanem mindenki időben, nyugodtan, kényelmesen megérkezik, még a programok előtt, lesz ideje megkóstolni a sült kolbászt, a mézes kalácsot, a hókiflit, a teát és a többit, utána meg tudja tekinteni ezt az előadást, vagy ha úgy lesz, ez még nem végleges, akkor lehet, hogy előadásokat, és ezt követően pedig még utána is marad egy picit, hogy tudjunk valóban közösen beszélgetni, ünnepelni, akár meggyújtani közösen az adventi gyertyát, és ott már tényleg csak néhány nap lesz a Szentestéig, egy picit ráhangolódni erre, elcsendesedni, és erre a meghitt hangulatra ráhangolódnunk. Ez a terv. Én nagyon várom, remélem, hogy önök is. Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Jó munkát kívánok önnek is, a képviselőtársainak is, és valósuljon meg minden, és tudjunk beszámolni mindenről, ami itt elhangzott ma. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, bízunk benne, hogy a következő alkalommal a már megvalósult beruházásokról és újabb tervezett elképzelésekről is tudunk majd szót ejteni. Köszönöm szépen még egyszer. Kedves nézőink, a Gemini Televízió műsorát folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is. Adásunk végén a pályaválasztási kiállításról láthatnak összefoglalót, melyet a Pest megyei kormányhivatal Hunori járási hivatalának foglalkoztatási osztálya szervezett. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Pest megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya és a Hunori járási hivatal foglalkoztatási osztálya nevében az idén 8. alkalommal megrendezett pályaválasztási kiállításunkon. Köszönöm szépen a kiállítóknak, hogy elfogadták idén is a meghívásunkat, és a gyerekeknek, hogy ilyen szép számmal megjelentek információra éhesen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves diákok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket, benneteket a Hunori pályaválasztási kiállításon. Először is szeretném megköszönni a Pest megyei kormányhivatal Hunori járási hivatalának, hogy ebben az évben is megrendezték városunkban ezt a kiállítást. Külön szeretném megköszönni dr. Tarnai Rihárd kormány megbízottnak, Tótné Szabó Évának, hivatalvezetőnek, és a járási hivatal vezető helyettesének, dr. Szilágyiné Bertók Beatrixnek és a foglalkoztatási osztálynak, hogy lehetőséget biztosítottak nekünk erre, hogy Hunoron rendezhessük meg újra ezt a rendezvényt. Köszönöm a kiállítóknak, a megjelent iskoláknak, hogy jelenlétükkel emelik a rendezvény színvonalát. Konfúciót szerint válaszd azt a munkát, amit szeretsz, és soha többé nem kell dolgoznod egy napot sem az életben. Felgyorsult világunkban az elmúlt időszak eredménye, hogy a középfokú iskolák többsége egy versenyhelyzetbe kerül. Komoly marketing munkát kell ahhoz végezniük,
hogy a szükséges tanuló létszámmal feltöltsék az intézményeiket. Persze a létszám az csak egy kiinduló pont, fontos a diákok képességei, és az, hogy a középiskolában az évek során teljesíteni tudják azt az utat, amit az intézménybe történő beiratkozáskor elkezdtek. Úgy gondolom, hogy az ilyen pályaválasztási kiállítások nagy mértékben megkönnyítik a 7.-8. osztályos diákok helyzetét. Amikor én álltam a pályaválasztás nagy kérdése előtt, csak egy könyv volt az egyetlen eszköz a kezünkbe, hogy jó vagy esetleg kevésbé jó döntést hozzunk. Ilyen mértékben nem voltak nyílt napok, hetek, se szakmák éjszakája, se pályaválasztási kiállítás, és a szakképző intézmények sem rócsózták végig az elérhető általános iskolákat. Mosti nagy döntés és egyben nagy lehetőség előtt álltok. Persze az élet a későbbiekben ad még alkalmat a választás finom hangolására. Azáltal, hogy hazánk gazdasága fokozatosan erősödik, egyre nagyobb igény van a képzettebb munkaerőre. A Magyarországi középfokú iskolák többségében magas szintű szakmai képzés folyik, a végső kimenet eredménye persze nagy mértékben a diákok hozzáállásának függvénye. Ennek ékes példája, hogy az idei év augusztusában a 45. World Skillen a magyar csapat az eddigi legjobb világbajnoki eredményt érte el Kazanyban. Egy arany és 11 kiválósági érmet nyertek. A magyar csapat minden második tagja éremmel térhetett haza Oroszországból. Külön köszönet a KS Gyula szakképzőiskola felkészítő tanárainak és Simon Krisztiánnak, hogy személyében világbajnoka lett hazánknak bútorasztalos szakmában. Emellett úgy gondolom, a végső pályaválasztási döntés előtt kérdezzétek meg szüleiteket, tanáraitok véleményét, majd ezek tükrében egy olyan szakmát választhatok, melyben élményt, szórakozást és valós jövőképet láttok saját magatok számára. Jó választást kívánok mindenkinek! Kedves diákok! Úgy gondolom, hogy fontos nap ez a mai, hiszen megtettétek az első lépéseket a pályaorientáció és a sikeres életpálya tervezés útján. A mai napon közel 30 kiállító fog segítséget nyújtani számotokra, és fog tanácsot nyújtani számotokra. Én kívánom azt, illetve javaslom azt részletekre, hogy merjetek bátran kérdezni, illetve tapasztalatokat gyűjteni. Álláspontom szerint ez a mai nap kiváló lehetőséget kínál arra, hogy olyan hasznos ismereteket szerezhessetek, amelyből a jövőben profitálni tudtok, illetve segíteni fogja elhelyezkedési esélyeiteket. Igazgatóasszony, évek óta ti adjátok a helyszínt a pályaválasztási kiállításnak. Gondolom, ez téged külön nagy büszkeséggel tölt el. Így van, én máron mi itt 6. alkalommal rendezzük meg, vagyis hát adunk helyszínt ennek a pályaválasztási kiállításnak. Az első megkeresés óta jó szívvel tesszük évről évre ennek az októberi rendezvénynek a helyszínének a biztosítását. Több mint 25 középiskola intézmény állít most itt ki, illetve ad lehetőséget a leendő 9-eseknek, hogy a pályaválasztásukhoz kis megerősítés, illetve a kérdéseikre választ kapjanak, kis kitekintés, amerre tovább, hogyan tovább. Tényleg öröm, hogy ezt mi tudjuk itt biztosítani, illetve külön öröm, hogy a gimnáziumunk is ugyanígy ezen a rendezvényen egy kínáló középiskolaként jelenik meg. Van lehetőségetek hasonló ilyen rendezvényre esetleg magatoknak is elmenni? Igen, itt a kormányhivatal a környéken, Cegléden, illetve a másik közeli konkrétumot nem tudom, de Budapesten és a megye több helyszínén, elmondás szerint talán 20 ilyen lehetőség van most itt ősszel a megyei 8-osoknak megkeresni ezeket a pályaválasztási kiállításokat. Mi megjelenhetünk Cegléden, illetve Pest ad még lehetőséget. Kicsit körülményes nekünk oda átmenni. Én azt gondolom, a mi beiskolázási körzetünknek a általános iskolái itt megjelennek. Tehát ha mi itt kínáljuk azt, amit tudunk biztosítani, szerintem ez éppen elég és megfelelő. Mit kínáltok a 2000
Hogy is vagyunk? 2019, 2020-as? Nem. 2020, 2021, na nagyon megy az idő. Na mit kínáltok, igazgatónő? Így van, tehát a 2020-2021-es tanévre kínáljuk most már ugyanazon képzési típusokat, ami azt gondolom, hogy a környező települések diákjai számára kívánalom. A gimnáziumi képzés az, ami felfutó rendszerben most már megmaradt nálunk az iskolába. Természetesen azért a közgazdasági kis irányultságunk megvan. Tehát fenntartói engedéllyel az 5. osztályunk az gazdasági orientációs gimnáziumi képzés. A 8-osoknak kínáljuk továbbra is a nyelvi előkészítős képzésünket angol, illetve német főnyelvvel, valamint emellett még 2 párhuzamos osztály, ami humán és reál orientációval bír. És kevésbé jelennek meg itt, de a 6-osoknak a 6 évfolyamos gimnáziumi képzésünk továbbra is megvan tehetséggondozó osztályként. Tehát én azt gondolom, kiszámíthatóak vagyunk, de az, ami elvárás a kor szellemével, illetve ami a jogszabályi változásokból adódó elvárás, annak azért megfelelünk és változunk. Nagyon nagy kérdés felkapott iskola lévén, hogy hány diákot tudtok egyáltalán felvenni egy-egy tanévre, mert hát azért az sem cél, én azt gondolom, hogy egy 40-50 fős osztály legyen egy évfolyamon. Mekkora átlagot kell elérnie 7-ben, 8-ban egy diáknak ahhoz, hogy egyáltalán reménye legyen, hogy bejusson abba a bizonyos, mondjuk első 35 emberbe, aki egy osztályban megjelenhet gimisként? Igen, általában 34-35 fős fellebbezéssel egy picit növekedhet az osztály létszám. Azt kérdezted, hogy milyen átlagot kell elérni. Nem tudok erre biztos számadatot mondani, minél jobbat, és miért is minél jobbat, mert van egy központi felvétel is, ami ugyanolyan 50%-ba meghatározó tényező a beiskolázásnál. Egyébként büszkélkedhetek 4,5-es összbeiskolázási átlaggal, ami természetesen jelenti a jobbat is, meg a kicsit gyengébbet is. De azt gondolnám, hogy aki egy 4,4-4,5-ös tanulmányi eredménnyel bír 7.-8., ő azért bátran vághat neki, hogy a JAK-ba jelentkezzen és sikerrel fog felvételizni. Amikor mi megérkeztünk, akkor hivatalvezető asszony elmondta, hogy rengeteg gyereket vártok ide erre a kiállításra. Szerinted milyen lesz ez a mai nap? Hányan fogják azt gondolni, mondjuk 1000-es létszámban beszéljünk, azt, hogy igen, neki mondjuk a következő tanévben érdemes lesz megpróbálnia, hát ha sikerül bekerülni a jagosok közé? Hát nem merek jóslatokba bocsátkozni, minél többen remélem, mert minél többen jelentkeznek, annál jobb eredménnyel bíró tanulók tudnak majd bekerülni az iskolába. Nagyon változó, hogy mi iránt érdeklődnek a gyerekek, illetve én azt hiszem, hogy most a szakképzés egy kicsit megerősödik, meg fog erősödni, és vélhetőleg a gyerekeknek az érdeklődési köre is ez irányba is elmegy. Én azt gondolom, hogy ez helyén van is így, nagyon jó szakemberekre is szükség van. Nem akarok a gimnázium ellen kampányolni, tehát az okos, tehetséges, tanulni akaró gyerekeket viszont nagyon várjuk a JAK-ba, akik mindenképp a felsőoktatásba, illetve a felsőfokú OK-i képzésbe kívánják utána tudásukat bővíteni. Mit vársz a saját diákjaitól, akik most a hátunk mögött igen intenzíven próbálják segíteni a 7-es, 8-osokat? Hát azt várom, amit minden nap várok tőlük, hogy valóban olyan emberséges, jókedélyű, illetve szimpatikus emberi megnyilvánulással fogadják az érdeklődőket, és persze valóságba reklámozzák a JAK-ot. Amilyenek vagyunk, olyanok vagyunk, a minden jó oldalunkkal, olykor a kevésbé jóval is. De én azt hiszem, hogy inkább a több pozitív az, ami ilyenkor megjelenik, és szerintem ezt jó szívvel teszik itt a gyerekek, hogy ezt itt kifelé mindenki számára nyilvánossá teszik.
Pest megyei kormányhivatal Monori járási hivatalának foglalkoztatási osztálya pályaválasztási kiállítást tart, immár a 8. éve. Miért olyan fontos ez a rendezvény? Úgy gondolom, mintha azt láthatjuk, hogy elég nagy számban jelentek meg diákok, 500-600 főre számolunk. Törekedtünk arra, hogy interaktív módon segítséget nyújtsunk számukra a pályaválasztási döntés meghozatal előtt. Közel 30 kiállító fog számukra segítséget nyújtani, megkönnyítve a pályaválasztási döntés meghozatalát. Gondolom, hogy a hivatalban rengeteg statisztika áll a rendelkezésére az ott dolgozóknak, tehát pontosan tudják azt, hogy melyek azok a szakmák, vagy az az irányultság, ahova nagyon-nagyon kellene majd a későbbiekben a munkaerő. Mennyire lehet ezt alapul venni egy ilyen kiállítás megszervezésekor? Lényegében igen, törekedtünk arra, hogy azon hiány szakmákat is szerepeltessük, illetve megjelenjenek, például az egészségügyben dolgozók, képzéseket biztosítók, illetve olyan közlekedésipari kiállítónk is megjelenjenek, ami hiány szakmának bizonyult, tehát erre törekedtünk, hogy képviseljék magukat. Szakképzés, vagy inkább a gimnáziumi oktatása fontos most 2019-ben? Mind a kettő, én úgy gondolom. Nagyon jelentős és hangsúlyos a szakképzés is, és mint látható a kiállítók számában is jelentőségteljes. Nagy számban megjelentek a szakképzők. Azt látom, hogy azért itt vannak a rendvédelmi szervek is, ha csak a katasztrófavédőkre vagy éppenséggel a rendőrségre gondolok. Ők miért fontosak, hogy megjelenjenek egy ilyen kiállításon? Népszerű szakmának tűnik ez? Én úgy gondolom, hogy igen. Igen, és elég nagy, ahogy így most körbe mentünk a kiállítók között, láthatjuk azt is, hogy szép számban megjelentek a diákok ott annál a standnál is, és nagyon fontos mind a kettő szakma, amiről említést tett. Diákok, a hivatalvezető asszonnyal az elején beszélgettünk, hogy akár 1000 gyerek is megjelenhet. Én úgy hirdettem meg a heti friss rovatunkban ezt a rendezvényt, hogy a 7-es és a 8-os diákokat várják. A 8-osoknál rendben van, a 7-esek itt mire számíthatnak? Ugyanazt a tanácsadást fogják megkapni, mint a 8-osok. Ők egy kicsit előrébb készülnek, ugye, mint a 8. osztályosok, de kiemelten fontosnak tartottuk azt is, hogy ők is megjelenjenek, hiszen ezzel már megalapozhatják azt a döntést, alaposabb döntéshozatal, tehát az idei évben is, akár a jövő évben is meg tudnak jelenni a kiállításon. Akkor, amikor a diákokról beszélünk, akkor azért jönnek tanárok. Én azért találkoztam egy-egy szülővel is. Mennyire vannak a szülők most 2019-ben képben azzal, hogy hova, merre küldjék a gyerekeiket tovább, hiszen a sajátjaimból kiindulva mi is azért a saját véleményünket próbáltuk a lányokra, hát ha nem is rákényszeríteni, de azért hathatósabban odahatni. Úgy hiszem, hogy nem csak 2019-ben, de az előző évek folyamán is nagyon tudatos, egyre inkább tudatosabb szülőkkel találkozhatunk, akik tisztában vannak és képben vannak azzal, hogy milyen intézmények, milyen képzési lehetőségek állnak a diákok rendelkezésére. A járási hivatal munkatársai sem vonták ki magukat ebből a kiállításból, mivel készültek a kollégák? Rengeteg erőbefektetés van ebben a mai napban, nem tudom, hogy ez mennyire látszik, úgyhogy én nagyon hálás is vagyok a kollégáimnak, hogy segítettek ezt a rendezvényt lebonyolítani. A Totó, amint látták, az azért elég nagy érdeklődésre tart számot, az ajándékok beszerzése, illetve a Totó kitöltése, az is folyamatosan, illetve a regisztráció lebonyolítása nagyon nagy energiát és munkaerőt vesz igénybe. A foglalkoztatási osztály vezetője ennek a rendezvénynek a hozadékát hány év múlva fogja majd látni, amikor mondjuk a munkanélküliek megjelennek a hivatalban regisztrációra? Hát ez egy hosszabb távú folyamat, mint azt, ahogy a köszöntőben is elmondtam, tehát én úgy gondolom, hogy most ma megtartottuk ezt a rendezvényt, és ez egy hosszú távú befektetés. Évek múltán fogjuk ennek eredményét látni. És akkor már csak egy kérdésem van, hogy mit vár ettől a rendezvénytől a hivatalvezető helyettes? Én eredetileg is azt vártam, hogy szép számban jelenjünk meg, sok szakma jelenjen meg, és amint azt látható, ez sikerült is. Úgyhogy magam részéről én már ennek nagyon örülök.
Kedves nézőink, mai műsorunk ezzel véget ért. Ne feledjék az adások ismétlésének időpontjait. Hétfő délután 3 órakor, pénteken este 9:30 kezdünk. A képernyő alján már is mutatjuk elérhetőségeinket. Telefonszámunk 29-es körzet 413-511, e-mail címünk gemini.tv@upc.hu, honlapunkat pedig megtalálják a www.gemini.tv.hu oldalon. Én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, töltsék kellemesen ezt a hétvégét is. Legközelebb november 16-án, szombaton délután 5 órakor várjuk Önöket a képernyők elé. Addig is viszontlátásra!